Jeśli chodzi o fundusz, tym jest zależność od nas, polityka Jarosław, chodzi o NMZ, bo on mówi się, że chodzi o to, to my rozumiem, to chęć, że takie to ma, jak to tam się dobra wybiera, a tak jak to. Czego nie mówi o to, jaki mówi o to, jól mówi to. A kurwa, jak on rozumiem, że jest nasz, to nawet nie będę widział na kibli, hogy az MNB monetáris politikájának a felelősségét sem. A jegybank 2001-ben vezette be az infláció követős politikáját, ami arról szól, hogy az MNB kitűzve tenni egy inflációs cél, és a teljes monetáris politikát ennek a célnak veti alá. Bár soha nem érte a kitűzött 3-4%-os célt az infláció, az a semmi eredménye nem volt a törekvésnek, az alapkamatot a cél érdekében viszont az egekbe emelték. Ennek következtében a forintitelek megfizethetetlenek lettek, és mindenki devizával adósodott el, hiszen a forintitelek akár 10%-kal is olcsóbbak voltak. A magas alapkamat a forint túlértékelődéséhez vezetett, ez pedig szintén a devizahitelesek sorsát pecsételte meg. Most, hogy visszagyengült a forint és magasabbak lettek a havi törlesztő részletek, ennek a levét tisztelt a devizahitelesek, és külön szót emelnék a PASZ-nek a hozzáállása az ügyhöz, amely nem emelte fel a szamát kellő erényel az ügyben. A Magyar Nemzeti Banknak a felelőssége óriási, de azért nézzük meg, hogy mik vannak még, milyen lehetőségeket adnak a devizahiteleseknek, ami a nullában egyenlő, ugyanakkor az IMF milyen lehetőségekkel él ebben az országban. Persze, nagyon érdekes, érdemes felolvasni szó szerint, úgyhogy ezért egy pillanat türelmeteket kérem, fellapozom. Köszönöm, most hallgassátok meg azt, hogy milyen jogosítványi vannak az IMF-nek Magyarországon 1982 óta. Az IMF Magyarországon korlátozás nélkül vásárolt ingatlanokat, lakásokat, házakat, cégeket, üzemeket, vállalatokat, egyszerűen mindent, ami megvető és privatizálható az adósság fejében. A 9. cikkely 3. szakasza mentesíti az IMF-et a hazánkban mindenféle bírósági, hatósági eljárásról, Magyarország területén magyar bíróság az IMF semmiféle ügyében nem avatkozhat be. Az IMF megvásárolt tulajdonait bérlőkkel szemben is teljes ez a jogvédelem. Az IMF viszont mindenkivel szemben kezdeményezhet bírósági eljárás Magyarországon. A törvény rendelet 5. szakasz alapján az IMF pilotájai teljes mértékben sérthetetlenek. Az IMF adatszolgáltatása nem kötelezhető semmilyen hivatal részére Magyarországon. A törvényrendelet 6. szakasz alapján az IMF minden vagyona és követelése mentes bármi nemű korlátozásról, rendszabályok, ellenőrzések és bármilyen természetű moratóriumról hazánkban. A törvényrendelet 8. szakasz alapján az IMF valamennyi kormányzója, ügyvezetője, helyettesei, bizottságtagjai, képviselői, tanácsadói, tisztségviselői és valamennyi alkalmazottja is mentes mindenféle jogi eljárás alól Magyarországon. A törvényrendelet 9. szakasz alapján az IMF valamennyi vagyona, jövedelmei, követelései és ügyletei teljes mértékben adómentességet, vámmentességet és illetékmentességet élveznek Magyarországon. Ezek az adatok félreérthetetlenül bizonyítják Magyarország teljes pénzügyi függőségét a nemzetközi pénzpiacoktól. A mai nyomorúságos helyzetű megoldásának egyetlen helyes útja a rendszerváltás.